Tisztelt elnök urak, miniszterhelyettes úr, államtitkár urak, kedves erdőgazdálkodó barátaim, kedves a tudományos életben, az erdészeti területen, a tudományos életben velünk együtt gondolkodó kutatók, kedves gazdálkodók! Nagy megtiszteltetés, hogy itt állhatok Önök előtt ma, úgy is, mint Hajdan 8 évig az Erdészeti Albizottságán volt elnöke, úgy is, mint a törvényalkotásban ma is, remélem, hogy szövetségesként, küzdőtársként, aki mindig arra figyel, hogy a közös célunk, az erdők ügye, az a közös ügyünk maradjon, az az ország, a nemzet ügye maradjon. Többen említették ma, hogy milyen történelmi helyszínen vagyunk. Engedjék meg, hogy én hadd csatlakozzam hozzájuk. Számomra pusztaszer, ópusztaszer egy életre meghatározó helyszínné vált, nem csak a történelmi ismereteim során, mint magyar ember számára, hanem 30 esztendővel ezelőtt a Magosz itt szerveződött újjá. Itt volt az első ülésünk, itt mondtuk ki azt, hogy ha lesznek családi gazdaságok, akkor szükséges az érdekképviseletet újjá szervezni a régi hagyományok alapján. Tehát mikor elhaladtam a Szerics Erda terasza mellett, akkor jó érzést töltött el, hogy 30 év után itt lehetünk, és valóban úgy érzem, hogy érdemi módon tudunk dolgozni, alkotni együtt. A köszöntésem során hadd emeljem ki azt, hogy kezdettől fogva a Magánerdőtulajdonosok Szövetségével a Magosz egy nagyon szoros szakmai érdemi kapcsolatot alakított ki és dolgozott együtt. Hosszú folyamat volt az, amíg eljutottunk oda, hogy a magánerdőtulajdonosok, az állami erdészetek egy erős szakmai egységben, összefogásban dolgoznak. Meg közösen keresik a kiutat a kor kihívásaira, ideértve a klímaváltozást, ideértve az egyes divathullámokat is, és ideértve azt is, hogy a jövő tekintetében, főleg az uniós elvárásoknak, hogyan tudunk megfelelni. Nekem az a meggyőződésem, hogy az erdész szakma a gazdaság irányítást tekintve, a gazdaságpolitikát tekintve régen volt ennyire jó helyzetben. Hisz meg kell mondani, hogy ma egy kiváló erdész szakember az, aki az erdők, a föld és erdő ügyekért felelős államtitkárként hallhattuk Zámbó államtitkár urat, akit én még az Egyesület elnökeként ismertem meg annó. De külön öröm számunkra az, hogy szintén van helyettes államtitkára a tárcánál az erdészetnek, és mondjuk ki, nagyon fontos az, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarában erdészet és vadászat iránt elkötelezett szakemberek dolgoznak, és a Magánerdőtulajdonosok Szövetségének tiszteletbeli elnöke ma az erdők ügyét is képviseli kiemelten a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarába. Én azt gondolom, hogy ez valamennyiünk számára biztosítja a lehetőséget, hogy tudjuk a jövőnket formálni, olyan jogszabályok szülessenek, amiről valószínű, hogy ma délután komoly előadások hangzanak el, és komoly viták kísérik majd. Az a meggyőződésem, hogy az erdész szakma teljes mértékben képes ma összefogni, és a kormányzat számára kitűnő javaslatokat lenne az asztalra. Abban a szerencsében volt részem annó, hogy az 2007-es erdő törvény megalkotása során az ellenzék részéről
én ki az akkori ellenzék részéről, én képviseltem a frakciónkat. Emlékszem a vitákra, de valahol konszenzus közelébe kerültünk, mi akkor tartózkodó szavazatunkkal segítettük a folyamatot. Majd jött a 2017-es erdőtörvény, ahol kétharmados többséggel nagy élmény volt számomra vezetni az ülést, amikor szavaztunk. Kétharmados többséggel fogadtuk el. És ezt azért hozom szóba, mert ez a törvény garanciát adott a fejlődésre, komoly szakmai munka testesült meg ebben a törvényben, és szomorúan vettük tudomásul, hogy a jövő nemzedékek biztosa az Alkotmánybírósághoz fordult. Nem hangzott el ma így kiemelten, mégis engedjék meg nekem, hogy jogalkotóként, országgyűlés alelnökeként szóba hozzam. Szomorú az, hogy egyes passzusait most újra kell tárgyalnunk. Újra kell tárgyalni az országgyűlésnek. Kedves erdész barátaim, kedves a környezetükért aggódó valamennyi elkötelezett barátunk felé szeretném jelezni, hiszem, hogy Magyarországon van a elegendő tudással felvértezett szakember, kutató, van elkötelezett erdész, akinek az egész élettevékenysége bizonyította, hogy milyen szakmaisággal közelít a problémákhoz. Van elegendő elkötelezett agrárszakértő ahhoz, hogy felajánljuk együttműködésünket a Magyar Alkotmánybíróság számára, hogyha legközelebb ilyen problémák előtt állnak, mielőtt döntésüket meghozzák, akkor érdemben vegyék figyelembe a szakma meghatározó képviselőinek álláspontját, akik nem csak hazai, hanem nemzetközi mércével mérve is komoly szaktekintélynek számítanak. Ebben volt lehetőségem meggyőződni elmúlt év szeptemberében New Yorkban az ENSZ-ben, amikor komoly erdészeti szakértők nagy elismeréssel nyilatkoztak a magyar szakemberekről. Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim! 8 évvel ezelőtt volt egy nagy agrár rendezvény a Magyarország gyűlésben. Én hiszem, hogy a pandémiás helyzet, amennyiben végre már enyhülni látszik, akkor a Magyarország gyűlés ismételten nyitott az erdész szakma előtt, hogy egy érdemi nagy rendezvényen a jövővel érdemben foglalkozhassanak. Várjuk, remélem, hogy ez a rendezvény megrendezésre kerül majd. Én hiszem, hogy a klímaváltozásra a magyar szakemberek, a magyar erdészek érdemi, konkrét és korrekt módon tudnak majd reagálni és programokat kidolgozni. A Magyar Országgyűlés, az elkötelezett képviselők nyitottak a problémákra, bármikor őszintén és tisztelettel fogadjuk a szakma álláspontját, és ha szükséges, ha kell, mint ahogy most az Alkotmánybíróság döntései alapján meghozandó változtatások tekintetében is partnerek vagyunk. Számunkra a legfontosabb a klímaváltozással összefüggő megfelelő szakmai válaszok adása a jövő generáció érdekeit is figyelembe véve. Hasznos tanácskozást kívánok, és érdemi válaszokat a problémákra. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!